Mit vár ettől az eseménytől? Sok minden, így van. Nekem jó. Azt várom ettől az eseménytől, hogy minél több ember, aki itt van, értse, hogy mit akar ez a kormány. Mit vár ettől a rendezvénytől? Hogy valami olyasmi lesz, ami értem van. Ebben a magyar csapatban mit vár, hogy mondjuk mit kell majd csinálni? Tud erről valamit? Nem, majd megtudom időben. Mire gondolja a magyar csapat? Ugye ez most a magyar csapatnak az alakuló rendezvény. Magyar csapat? Miről beszélünk? Így hívják. Erre jött el? Igen. Magyar csapat, jelentkezte is a magyar csapat, a Cselekvő Magyarok Erős Közössége. Üzenjünk együtt mindenkinek, ez az ország ma már megáll a saját lábán és képes kiállni az érdekeiért. És arra kérjük, aki ebben erre érez indítatást, hogy jelentkezzen. Ez egy jelentkezési lap. Rezsicsökkentés eredményeként 3,8 millió háztartásban 240 milliárd forinttal több jutott karácsonyi vásárlásra, esetleg egy rövid üdülésnek az egy-két napos meghosszabbítására, vagy jutott pénz ősszel nyugdíjasoknak még a lakás kifestésére. Nagyon nagy a értéke ez a rezsicsökkentés, nagyon örülök neki. Először is köszönjük a rezsicsökkentést természetesen, de a társasházakkal kapcsolatban én kicsit túlzónak tartom ezt a kiírás, a kötelezettséget. Tudom, hogy bürokratikus, tudom, hogy nehézkes. A rezsicsökkentés vonatkozik a lépcsőházi világítás közös költségeire és a liszthasználat közös költségeire. Ezek jelentős pénzek. A rezsicsökkentés folytatásához is támogatásra van szükség, de azt is látjuk, hogy az itt jelenlévők és a 12. kerületért is érzik, hogy közelednek a választások. Attól félek, hogyha az MSZP csalással meg fogja nyerni a választást, hogy akkor a választást meg kellene ismételni. Azt a választási eljárási törvényt és választójogi törvényt, ami alapján az országgyűlési választások le fognak zajlani, azt mi fogadtuk el. Ugye emlékszünk Sztálin elvtárs kijelentésére. Nem az a lényeg, hogy ki szavaz, hanem hogy ki számlál. Ezek után hadd tegyem hozzá. Nem az a lényeg egyik se, hanem az, hogy ki ellenőriz. Én minden félelmet értek, a gyökerét is ismerjük ezeknek, de szeretném mindenkit megmutatni, hogy nincs lehetőség a mai választójogi szabályozás mellett csalásokra. Különös örömet jelent az, hogy ennek a körnek a tagja lehetek. Élesztjük föl a polgári körök szervezetét. A polgári körök tagságának a nagy része ma Fidesz tag. Van, amit vinni. Tessék! Illetve 2009-ig, hogy decemberben milyen volt az átlag hőmérséklet. Ez az utolsó. Mikrofon, ha beszélni. Igen, és hogy ott megmondom, mert nem szoktam egy ilyen beszélni. Magunk között vagyunk. Mi lenne, hogyha ezt kiparadnánk, és a végén megbeszélnénk reálisan, mert a többieknek ez nem túl produktív, hogy mi nézzük egy papírt. Nagyon most nekem, hogy az átlag, hogy csökkent. Hálásabb dolog szívni a szolgáltatókat, hogy nem adnak megfelelő fűtőértékű és nyomású gáz, de azt kell mondanom, hogy az a gáz fűtőértékben is, nyomásban is, az megfelel a magyar szabványoknak. Röviden csak annyit szeretnék közölni a kedves társasággal, hogy az a hisztériakeltés indokolatlan, hogy rádióaktív veszedelmet okozna a Paks erőmű. A fosszilis energiából sokkal több rádióaktivitás szabadul fel, mint egy jó kezelt atomerőművől. Az orosz atomipar az egyébként a világon magasan jegyzett, és kérem, hogy itt a sok generációs, hogy mondjam, érzelmeinket ne vészítsük ki a nyilvánvaló technikai, technológiai szintekre. A paksi
fejlesztés, az kizárólag magyar tulajdon lesz. Hogy lehetne garantálni a közmű szolgáltatók köztulajdonban való maradását? Nem államosítunk. Nem államosítunk, azt egy ideológia, tartalmilag, az egy más világrendnek az alapeleme. Látnak-e lehetőséget arra, hogy a jelenlegi kétharmados többséget kihasználva alkotmányban rögzíteni ennek a garanciáit? Kétharmaddal minden jogszabályt meg lehet változtatni, az alkotmányt is meg lehet változtatni. Nincs egy jogállamban abszolút körülbelül garancia, egy garancia van, most már lehagolva vagyok,